Szia! Szia! Szia, drágám! Arra gondoltunk, hogy csinálunk egy nagyon spontán beszélgetést Gáborral. Nullát készültünk föl. Nem azért, mert nem szeretek felkészülni. Meg vannak olyan adások, amikor igazán fontos információkat szeretnék átadni. Mint például a második podcastunk. Tehát arra egy kicsit jobban felkészültünk, és Gáborral hiányzott az az érzés, hogy szeretnénk spontán beszélgetni, hogy ne csak információt adjunk át, hanem tulajdonképpen azt csináljuk, amit mindig, beszélgessünk szellemi dolgokról. Úgyhogy igazából fogalmam nincs, hogy mit fog De kérdezni, vagy tudom, mit hogy fogok mit van. mondani. Tudom. Kitaláltuk a témát. A téma, Igen. ez pedig édesanyám karmikus története. Az édesapámról már beszéltem, és ez egyébként nekem egy nagyon nehéz téma. De azt gondolom, hogy Gábor, te majd úgy fogsz kérdezni, hogy valahogy jobban megvilágítja ezt a kérdést. Igen. De Aki nem látta ezt, vagy nem hallotta, nem hallgatta végig ezt az előző adást, ugye, az megtalálja a csatornánkon. Itt lesz majd egy link. Itt van egy link, úgyhogy ezen a linken keresztül oda is tud kapcsolni. De akkor maradjunk egyelőre itt most, és arról fog szólni ugye a történet, hogy mind az édesapja, mind az édesanyja már nem él Anaminak, és nyilvánvalóan egy másik országban, egy másik testben, de újra itt vannak a Földön, mind a ketten. Én is erről beszélgettünk így egymás között. érdekes, hogy erre a szívem mennyire így rá rezonál, mert annyira nagy szeretetet érzek irántuk. És egyébként még annyit akartam mondani, hogy ezt nyilván úgy hívják, hogy reinkarnáció, amiről most Igen. beszélünk. És tulajdonképpen a csakráink állapota határozza meg azt, hogy milyen az életünk ebben a fizikai testben. Azért, mert amíg élünk, mindig lehetőségünk van arra, hogy fejlődjünk, és amilyen kihívásokat hoz elénk a sors, tulajdonképpen abban tudjuk magunkat letesztelni, nem gondolatokkal, nem szavakkal, hanem cselekedetekkel. És ha sikerül olyan cselekedeteket, olyan hozzáállást az adott nehéz helyzetekben választani, ami a szeretetről és az egységről szól, akkor tudunk emelkedni tulajdonképpen, tud tisztulni az a szennyes, amit vállaltuk, hogy kimosunk. És ez nem büntetés, hanem én azt gondolom, hogy igazából hősök vagyunk mindannyian, mert mindannyian úgy érkezünk meg ide a Földre, az anyagba, hogy vannak energiablokkjaink. Azaz vannak olyan történetek az életünkben, olyan karmikus történetek, amiket ott folytatunk, ahol a múltkor abba hagytuk. Ha az előző életeinkben mondjuk egy emberi kapcsolatot nem sikerült megoldani, akkor biztos, hogy ez az elvarratlan szál energetikailag el akarja magát varni. Azaz, a következő életünkben újra megjelenik majd ez az ember. És amennyit megoldottunk már abból a nehézségből, azt már nem kell újra, azon a szinten fogunk találkozni, ameddig a múltkor eljutottunk. Úgyhogy tulajdonképpen erről szól a reinkarnáció, hogy vállalja azt a lelkünk, a legnehezebb kapcsolódásokon keresztül, akár a legnehezebb helyzeteken keresztül, hogy nem éri be kevesebbel, mint az isteni feltétel nélküli szeretet. Ha ez megvan, akkor minden karmikus nehézség el tud oldódni. Hát nem egy könnyű célkitűzés, nem? Vagy te ezt hogy látod? Egyetértek teljesen, és nagyon sok olyan pontot érintettünk szerintem, amit majd későbbiekben lehet, hogy érdemes megmagyaráznunk, vagy egy picit bővebben kifejtenünk. De kezdjük is akkor a történetével édesanyjának, ha már ez a címe ennek az adásnak, hogy csak egy pár szó van, hogyha mesélnél, hogy tulajdonképpen ami érinti ezt a vonalat tulajdonképpen, hogy az élete, amikor az édesanyád volt, illetve a jelenlegi élete, hogy ő most hol van, kicsoda, és hogy Hát ez a először is kettőben hol van az összefüggés, mi az, ami először is összekapcsolja? azt szoktam mondani, hogy nem személy vagy, hanem folyamat. És ez azért világítja meg jól, mert az, hogy milyen volt ebben az életében, az előző életében, az személyeknek gondoljuk magunkat, de valójában mindig egy történetet folytatunk. És a jelenlegi történetünk, személyes történetünk is egy része annak, ami majd ezután következik. Úgyhogy tulajdonképpen a lelkünk örökkévaló, és ez egy folyamat, amin végig megyünk.
Az, hogy az előző életei édesanyámnak milyenek voltak, arról írtam egy könyvet, úgyhogy most senkit nem mutatnék ezzel. Az a cím, hogy Karma Killer, és nem csak róla szól, hanem az nyilván az én történetem, az én fejlődésem útja csakrákon keresztül, életeken keresztül. És elég brutális könyv abból a szempontból, hogy a lényegre fókuszál. És hát nagyon, szerintem nagyon, amikor írtam, egyszerűen annyira izgalmas volt, hogy azt éreztem, hogy ez egy leáradás föntről, és hogy azt, hogy leírom, mert tudtam, hogy mit akarok írni, meg nyilván ismertem a történetet, de miközben írtam, tényleg a hideg rázott attól az érzéstől, hogy valami megértés születik abban, nem a fejben, hanem azáltal, hogy ez megjelenik a világban, hogy hogyan fejlődik egy lélek életeken át, és hogy minden a szeretetről szól, még a legnehezebb helyzetek is. Úgyhogy nem is mondanám azt, hogy mi volt ezelőtt. A lényeg az, hogy amikor én megszülettem hozzá, akkor nekünk volt egy nagyon nehéz történetünk együtt. És ennek én voltam az elszenvedője nyilván gyerekként, mert nagyon súlyosan bántalmazó gyerekkorom volt, és nagyon-nagyon szerettem az édesanyámat. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem most is. És gyerekként, és nyilván annyira nyitott szívvel voltam iránta. Ő odaadott engem a nagyanyámnak, hogy ő neveljen, és ő csak később, 10 éves koromban költözött hozzánk. És de közben látogatott, és nagyon, nagyon-nagyon féltem, meg nagyon, hát egy súlyosabb bántalmazó gyerekkor nagyon sok fájdalmat, meg nagyon sok traumát eredményez. Úgyhogy igazából neki az volt a szándéka, hogy az legyen, amit ő mond. Tehát ő nagyon, ő úgy érezte, hogy nem érti, hogy én ki vagyok, és ez bizonytalanságot szült benne, és azt mondta, hogy addig fog verni, amíg olyan nem leszek, mint ő, amíg meg nem fogja érteni, hogy én hogy olyan nem leszek tulajdonképpen. És tulajdonképpen ez egy nagyon kemény kiképzés volt arra, hogy hogyan tudom átmenteni az igazi lényemet, a belső értékeimet, vagy értékrendemet az életemnek ezen a sivatagán, amit az első 18 évem jelentett. Utána elmenekültem otthonról, hajléktalan lettem majdnem egy évre. És ez nyilván megmutatja azt, hogy egy ilyen helyzetben nagyon nem könnyű a kapcsolódás. Tehát én nagyon szerettem volna, mert ez megint csak a könyvben, a Karma Killerben benne van, hogy már előtte megtanultam azt, hogy a legnagyobb kincseink az életben azok a kapcsolataink. És a karma az úgy dolgozik, hogyha azt akarja, hogy ne tudjunk elmenekülni egy kérdés elől, egy probléma elől, akkor ezt a családba fogja nekünk megadni. Mert el lehet válni egy férjtől, egy baráttal lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor ne találkozzunk többet. De a szüleink igazából, ez mindig egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen megoldandó feladat. Nagyon-nagyon közeli, nagyon erős az összekötözöttség egy ilyen esetben. Úgyhogy ezt éreztem, hogy bár nem tudom meghúzni a határokat, nem tudom védeni magam vele szemben, de azt éreztem, hogy nem szabad hagynom ezt a dolgot. Úgyhogy én bármennyire is feszült voltam, de mindig kerestem vele a kapcsolódást. Aztán az más kérdés, hogy sokszor utána menekültem a helyzetből, mert tele voltam olyan triggerekkel, olyan, hát ezt szerintem mindenki ismeri, akinek volt ilyen nehéz kapcsolata, hogy a másik pont úgy tud beszólni, hogy olyan dolgot talál el. Sokat viccelődtek azon, hogy engem hogy vertek. Ezek a viccek meg nyilvánvalóan nem estek jól. Tehát nagyon nehéz volt az, hogy hogyan tudom meghúzni a határokat, ami szinte lehetetlen volt, és hogyan tudok vele mégis kapcsolatban maradni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulás volt az életemben. De azt éreztem mindig ösztönösen, hogy muszáj, hogy feloldódjon ez a szeretetben valahogy. És hogyha ez benne nem akar, akkor legalább bennem. Mert egy valakire van ráhatásom, ez pedig én magam vagyok. Nem az édesanyám, meg az édesapám, hanem én magam. Úgyhogy én nagyon célirányosan dolgoztam, tulajdonképpen a szívcsakrámmal azért, hogy oldódjon ez a borzasztóan nehéz kapcsolódás.
És az volt ebben a nagyon szép, hogy elkezdett, nem azt mondom, hogy nyitni felém, mert az túlzás lenne, hanem inkább változott a személyisége. És Gábor bólogat, mert már ő is ismerte az utóbbi, az utolsó évtizedeiben. És hát az utolsó 13 évben tulajdonképpen. És megjelent benne, elkezdett például gyakorolni, tehát ő csinált velünk gyakorlatokat. Megjelent benne egy olyan gyermeki, igaz, milyen cuki jaj, volt? Igen. Tehát, igen. Hogy volt egy ilyen vicces oldala, egy ilyen gyerekes oldala tulajdonképpen, amit hogyha megmutatott, akkor nagyon, nagyon boldogok voltunk Gáborral. És nagyon szerethető volt. Igen. Tényleg. Igen. Szóval a vége felé ebből a nagyon kemény zsarnokságból tulajdonképpen, ahogy gyakorolt, meg ahogy kapcsolódtunk, még nem is azt mondanám, hogy az irányomban enyhült meg, vagy máshogy viszonyult hozzám. Inkább azt mondanám, hogy olyan változáson ment keresztül, ami egyébként nem mindig jellemző öregkorban, mert öregkorra jellemző lehet az emberekre az, hogy még inkább bezárnak, még igen. inkább megkeményítik magukat. Erről majd egy külön adást fogunk, ennek egy külön adást fogunk majd szentelni, hogy mi az öregedés tulajdonképpen. És az a szép, hogy ő ebben az energiában, ahogy kapcsolódtunk tulajdonképpen, pont, hogy nem a keménység irányába, hanem inkább valahogy... Gyermekként. Igen, olyan volt, mint hogyha az Isten felé megjelent volna benne egy odaadás. És az volt a nagyon szép, hogy ő előtte már kétszer is volt rákos, és az volt nagyon szép, hogy meggyógyult ebből a betegségből időskorára, és nem is jött neki vissza, és annyira hálás vagyok azért, hogy nem szenvedett. Mm. Tehát olyan volt, mintha valahogy ki tudta volna tisztítani magát ezekben a gyakorlásban, kapcsolódásban. Nyilván nem magamnak akarom ezt tulajdonítani, mert minden dicsőség az Istené. Tehát, hogy csak volt ennek egy olyan áldottsága, vagy szentsége, ahogy így együtt tudtunk gyakorolni. És az volt a jó, hogy nem szenvedett a halála előtt, nem voltak fájdalmai, nem volt beteg, nyilván már idős volt, de volt benne, és annyira szép volt, ami egyben nagyon fájdalmas, és az utolsó beszélgetésünkkor, amikor még pont azért, mert nem volt beteg, nem lehetett tudni, hogy készül távozni, de hogy beszélgettem vele, meg láttam az arcát, olyan volt, mint egy gyerek, aki tévét akar nézni, és meg olyan voltam, mint az anyuka, aki meg azt mondja, gyere, edd meg ezt a nem tudom mit, és én meg úgy volt vele, hogy tudod, csak ilyen félfüllel hallgatott rám, és mint hogyha fölfelé nézett volna, ilyen behuny szemmel, átszellemült arccal, és bármit mondtam neki, mondta, hogy jó, és közben így figyelt fölfelé. És mondta nekem, hogy majd szombaton találkozunk. Ez a hét elején volt ez a beszélgetés, én úgy emlékszem, vagy igen, tehát a hét elején volt ez a beszélgetés, és igen, akkor mondta, hogy majd szombaton találkozunk. És mi meg Gáborra, hogy néztünk egymást, hogy szombaton találkozunk, hát hogy, amikor tudta, hogy szombaton nem fogunk találkozni, nem tudjuk meglátogatni. És de hát ráhagytuk nyilván, olyan nagy koncentráció volt az arcán, és nagyon érdekes volt, mert pénteken megéreztem azt, hogy meghalt, és megéreztem azt, hogy a pontos időpontját, és megéreztem azt is, hogy olyan érzés volt, mintha elkezdene bennem valami emelkedni fölfelé. Megéreztem azt, hogy a koronacsakrán keresztül ki tud lépni a testéből, és ott voltam vele, éreztem azt, hogy így hal meg az, aki le tudja zárni a múltját. Mert én kapcsolatban állok a lelkekkel, azokkal is, akik már nem élnek fizikai testben, csak van valami lezárandó kérdésük. Sokszor volt olyan, hogy egyébként erről az Anami Életmód blogban lehet olvasni, ott többször is írok erről, hogy voltak olyan történetek, ez is egy nagyon érdekes podcast téma esetleg, nem tudom, hogy... Lehet, Szóval mindig az fáj a legjobban annak, aki meghal, hogyha vannak olyan kérdések az életében, amiket nem tud lezárni, nem tud valakivel megbeszélni, és édesanyámon azt lehetett érezni, hogy szabad, tehát, hogy emelkedik. Az, hogy melyik csakrán keresztül lépünk ki a testünkből a halálunkkor, és ezért is nagyon fontos a csakráink állapota, mert
ideális esetben vonz minket a fény, és tényleg a fénybe lépünk ki, a legfelsőbb csakránkon keresztül, azaz egy magasabb dimenzióba jutunk. Ha valaki mondjuk nagyon bejáratta azt, hogy csak a harc élteti, csak az érdekli, akkor, hogy harcnak fogja fel az egész világot, és tényleg csak ez a nyughatatlan ebben, csak ez az, ami motiválja, az önérvényesítés például, akkor lehet, hogy egy ilyen ember a köldök csakrán keresztül lép ki a testéből. Azért, egészen egyszerűen azért, mert ott a legerősebb a tudatossága, ott van a leginkább otthon. Hú, ez egy nagyon hosszú téma. Nem is megyek ebbe most bele, de ez egy nagyon más világba vezet át. És az a lényeg, hogy éreztem azt, hogy mennyire szabad és mennyire tiszta az ő emelkedése, édesanyám emelkedése, és nagyon erős kapcsolatban voltam vele addig, amíg még itt volt a lelke a földön. Hál' Istennek nem volt itt sokáig, mert utána már szabaddá válik. A fizikai test az gyakorlatilag ide köt minket az anyagba, ami egy alacsonyabb rezgés, mint az, hogy örökké való szellemi lények vagyunk. És hogyha valaki ezt fizikai testet leveti magáról, akkor már egy magasabb dimenzióba tartozik. Úgyhogy ő átlépett, de szombaton még eljött hozzánk, emlékszel? Igen, sétálni voltatok éppen, és mesélted, hogy mentél az utcán, és ezzel a gyermeki örömmel, mint ami már jellemző volt rá az idősebben, az utolsó éveiben, annyira kirobbanó öröm volt benne, felszabadultság, játékosság, megmutatta, hogy milyen az igazi lénye, és azzal játszott, hogy látta azt, hogy lehet érezni az emberek feje fölött ezt a fényoszlopot, hogy nagyobbak vagyunk, mint a fizikai testünk, és hogy nem érünk véget a fejtetőnél. És nekem ott egy ilyen tűz, ez egyfajta égető tűz, hogy csökkenjen a szenvedés, hogy tehessek másokért. És azzal játszott, hogy belenyúlt ebbe a lángba, vagy tűzbe, és figyelte, hogy nem égeti meg a kezét, és hogy ezzel játszott sokáig a fejem fölött, és annyira boldog voltam, hogy ebben tudunk kapcsolódni, meg hogy eljött hozzám, és valóban szombaton találkoztunk, úgy, ahogy mondta. És hát eltelt sok idő. És ez 2 éve volt. Igen. Pont és 2 éve. Körülbelül 1,5 éve volt az, hogy egy meditációban találkoztam vele, hogy hol él most. És az az érdekes, hogy Gábor is meditált, és egyébként én nagyon hiszek abban, ami a gyakorlatban is igaz, tehát amire van bizonyíték, mert az, hogy meditációban az ember gondol valamit, én azzal úgy vagyok, hogy hát sok mindent lehet gondolni meditációban. De így egymásra néztünk Gáborral a meditáció után, és akkor kérdeztem tőle, hogy láttad? És meg rám néz, hogy aha, a szökőkút van az udvaron, vagyis hát ott a belső udvaron, tulajdonképpen, ahol most ő van, igen. És én is ugyanezt a szökőkutat láttam. Láttuk azt, hogy hol született ő újjá, hogy milyen körülmények között él. És ez annyira szépen megmutatja, hogy amire nagyon vágyunk életünkben, az tulajdonképpen, hogy az égiek mindent meg akarnak nekünk adni, amit szeretnénk, és hogy az ő következő testetöltése, az tulajdonképpen mennyire megadta neki a választ azokra a kérdésekre, amiket hiányolt ebben az életében, amit ő nagyon szeretett volna. Pont ugyanúgy, mint édesapád. Igen. És hogy neki nagyon fontosak voltak az anyagiak, tehát ő nagyon ő nagyon kötődött a pénzhez, a tárgyakhoz, a pompához, az anyagi dolgokhoz, és most elképzelhetetlenül nagy gazdagságban él, ahova született. Tulajdonképpen egy palotában él, ezt láttuk én is, Gábor is, és nem azért, mert összebeszéltünk, hanem tényleg ugyanez a kép jött, egyeztettük igazából, hogy ugyanazt láttuk. Szóval az a fajta palota tulajdonképpen, aminek a ilyen márványmedencés szökőkút hosszan vezet a házig. Az arab világban született újjá, kislányként, és annyira gazdag a család, hogy ha kilép a palotából valami miatt, nyilván kísérőkkel mindig, akkor nem is érti, hogy más esetleg szegénységben élhet. Tehát, hogy annyira
biztonságot és védelmet jelent neki ez a vagyon, amire mindig is vágyott, mindig szeretett volna biztonságot. Abban az életében, amikor az édesanyám volt, ezt nem adta meg neki a sors. Nagyon hányattatott volt az élete, és azt gondolta, hogy a biztonságot az anyagiakban találná meg. És annyira szép ezt látni, hogy ezt most megadta neki a sors, ezt a fajta biztonságot. Ami még nagyon fontos volt a számára, hogy ő dirigáljon, hogy az legyen, amit ő mond, és engem is ebben a szellemben nevelt, hogy azt mondta, hogy nem lehetnek saját gondolataim, saját érzéseim, csak azt kell csinálnom engedelmeskedve, amit ő elvár tőlem. És ez sajnos, vagy szerencsére nem tudtam neki megadni, nyilván el is menekültem tőle. És ebben az életében, az arab világban tulajdonképpen, ha belegondolsz, akkor a nők az otthon korlátlan urai. Tehát főleg ahogy idősödnek. És ő, neki pont ez volt a vágya, hogy ő irányítsa a családot, hogy mindenbe beleszólhasson, és csak az legyen, amit ő akar. Úgyhogy tulajdonképpen ez a kultúrkör megadja neki azt, amire ő annyira vágyott itt. És csak azt tudom mondani, hogy annyira megérinti a szívemet az, hogy az is, ahogy dolgozott magán, ahogy gyakorolt, ahogy tisztította az energiatestét, és az is, hogy amit nem kapott meg, mert őt sem az édesanyja nevelte, hogy engem se nevelt ő 10 éves koromig, de volt egy ilyen törés az életében, hogy az édesapja meghalt a háborúban, az édesanyjának nem voltak olyan anyagi lehetősége, hogy nevelje, csak később tudott hozzá csatlakozni, és nagyon úgy érezte, hogy a gyökereknél sérül tulajdonképpen, hogy anyagilag is, és a család sem adta meg azt a biztonságot, amit keresett. És most egy nagyon erős, összetartó arab családról van szó, nyilván óriási anyagi lehetőségekkel, nagyon jó anyagi helyzettel. A kultúra, tulajdonképpen az a kultúrkör, ahol él, az most megad neki mindent, amit valaha is szeretett volna, és így be tudnak gyógyulni ezek a sebek. És hát csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szeretem, és a legjobbakat kívánom neki. És van egy gyönyörű buddhista mondás, és lehet, hogy ezzel érdemes zárni ezt a beszélgetést, hogy érdemes úgy nézni minden egyes emberre, hogy a reinkarnáció során, a testetöltések során már mindenki volt az édesanyánk, és már mi is voltunk mindenkinek az édesanyja. És ahogy egy édesanyja szereti a gyermekét, hogy igazából úgy nézzünk minden egyes emberre, és ezzel a szeretettel kapcsolódjunk egymással. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Isten áldjon, drágám, szia! Szia!